Köszönöm szépen, sziasztok! Az első kérdésem az a közönségnek lenne, hogy közületek hányan fejlesztők? Hányan tervezik, hogy fejleszteni fognak? Jó. Esetleg még megkérdeztetem a platformokat, tehát hogy mondjuk Android, iOS, Windows Phone. Ó, hát Microsoft itt is le van maradva sajnos. Na, akkor kezdem is. A beszélgető társaim Deme Tamás, Márai László és Tóth Csaba. Az első kérdés az pedig az lenne, hogy az adott platform milyen nyelveken támogatja a fejlesztést, illetve nem tudom, a natív fejlesztést, milyen segítségeket ad meg, és körülbelül mennyi idő megtanulni ezt? A Microsoftos platformokon ugye elsődlegesen C#, de ezen kívül gyakorlatilag mindenfajta webes technológiát használhatsz, tehát hogy kezd lehet HTML, JavaScript, stb. C# mellé UI az a XAML, de lehet C++, lehet Visual Basic, fúj. És hát ha azt mondjuk, hogy kihasználjuk most a Windows 10-zel bejött Universal Platform Bridge-eket, akkor technikailag futathatsz akár Objective-C-t, meg Java-t is, legalábbis Windows Mobile-on például. És ja, igen, volt, hogy mennyire egyszerű ezt megtanulni. Én azt mondom, hogy az Objective-C az szerintem egy nagyon jó nyelv, nagyon kicsi, úgymond belépési költséggel, tehát hogy nem az van, hogy így nekiállsz, és funkcionális, és gőzöd nincs, hogy mit kell vele csinálni, hanem azt mondom, hogy tök egyszerű, tehát ilyen Java körülbelül, mint a nevében benne van C származék, tehát hogy nem egy olyan nagyon bonyolult dologra kell gondolni. Androidon, hát ugye az a szerencsém, hogy láttam a közönség nagy része Android fejleszti, tehát lehet, nekem igazából nem is kell túl sok újat mondani. Androidon nyilván az elsődleges fejlesztési nyelv az a Java, ezt tekintjük natívnak, ami ugye egy virtuális gépen fut, tehát a processzor szempontjából nem natív a kód, viszont gyönyörűen lehet futtatni C, illetve C++ kódot is, avagy ezt nyilván úgy használjuk, hogy behozunk különböző Linux, Unix rendszereken használt natív kódot, illetve hát ennek köszönhetően, ugye amiről egy előzetes beszélgetésen beszéltünk, hogy a Xamarinnak köszönhetően be lehet hozni a C# is. iOS-en pedig ugye ott van az Objective-C, ami viszonylag egyszerűen megtanulható, és sokan nem szeretik, mivel elég furcsa nyelvezete van, teljesen eltér az összes többi nyelvtől, általunk ismert nyelvtől, valamint pedig ott van a Swift, ami egy új nyelv, az Apple fejlesztette ki, és most azt tolják ezerre. Most jelent meg nyáron ugye a 2.0-as változata, lehet használni, és nem tudom, ugyanúgy C, C++ lehet futtatni ugye iOS környezetben is, és így lehet akár cross-platform SDK-kat is, meg bármi dolgot futtatni. Nem tudom, kérdünk még valami? A következő kérdés az a dizájnnal kapcsolatos, hogy az adott platformnak van-e valamilyen dizájnnyelve, vagy létezik-e bármilyen a platform függő megközelítése a dizájnnak? Létezik, talán ebben volt legelőször különleges a Windows platform, ugyanis a Windows Phone 7-tel kezdődően, sőt, igazából már a Zoom-nal kezdődően, tudom, ez ilyen szentségtörő szó sokaknak, szóval már a Zoom-nal kezdődően ugye kialakult ez először Metro-nak, aztán Modernnek keresztelt design language, amit a Microsoft kitalált, ami ahonnan minden indult, az a ma viszonylag populáris, ez a flat, meg mi van, Android materiál, meg hasonlók, ezeknek ez volt a gyökere. Viszonylag jól kidolgozott dokumentumok vannak erről, tehát hogy nagyon sok design resource érhető el így a Microsoftos fejlesztő portálokról, meg viszonylag populáris is volt ugye a designerek körében ez, úgyhogy sok ilyen blogot lehet találni, ami ezzel foglalkozik. Az, hogy ezt a store-ban mennyire tartják be szigorúan, az már más kérdés. Store requirement nincs
arra, hogy neked most kötelező ezt a dizájn nyelvet használnod, tehát hogy ha akarod, akkor megcsinálhatod teljesen Android UI-ra az egész alkalmazásod, és beküldheted, és el fogják fogadni. Tehát, hogy ilyen dizájn követelmény nincs. Az más kérdés, hogy ha mondjuk így küldöd be az appot, akkor nincs az Isten, hogy mondjuk ki fogják rakni, promotálni a store-ban nagy tájlal, hogy úgy törzs le ezt, mert ez tök jó. Az Androidra körülbelül egy éve jelent meg a Material Design nevű dizájnnyelv. Ez ugye benne van az 5.0-as legújabb változatban a Lollipopban, illetve jól emlékszem 2.1-ig visszamenőleg, vagy 2.3-ig visszamenőleg a kompatibilitási library-kkel szépen lehet használni a régebbi verziókban. Hát azt hiszem tudjuk az Androidról, hogy a store-ban ez senkit nem érdekel, hogy néz ki az alkalmazásod, nincs ilyen ellenőrzés, és ennek megfelelően az alkalmazások elég sokfélén is néznek ki. Valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy most megjelent ez az új dizájnnyelv, hogy talán egy kicsit így elmozdul az egységesebb kinézet felé. iOS-en pedig vannak az Apple design guideline-jai, amik azt sugallják, hogy minél letisztultabb legyen a felület, minél flattebb legyen, használjunk sok blurt, és konkrétan nincs megkötve, hogy ezeket köteles vagy használni iOS-en, de így elmondják, hogy ők mit ajánlanak, próbálják az ő alkalmazásaikat ezek szerint elkészíteni, és ezeket lehet használni, viszont ugyanúgy szerintem veszünk át Material Designból is, meg régi Metro Designból is, szóval szerintem mi vagyunk az a platforma, hogy kb. Mindegyik a fajta design guideline-t így lehet követni, és szokták is követni, mert nálunk arra törekednek a fejlesztők szerintem, hogy minél szebbek legyenek az alkalmazások. Igen. A következő kérdés az a fragmentáció. Részben a képernyő méretek, részben pedig az API-k tekintetében. Hát megkockáztatom, hogy mi állunk most a legeslegjobb helyzetben ebből a szempontból. Ugye teljesen egy operációs rendszer van, Windows 10-zel ez annyira ki van terjedve, hogy 100%-os co-sharing van az IoT, Raspberry Pi eszközöttől, HoloLens, Xbox, tablet, telefon, amit akarsz, minden. 100%-os ingyen az a kód fut. Nyilván nem mindennapi mindenhol elérhető, tehát hogy most egy Raspberry Pi-n nyilván nem fogsz tudni nekiállni, notification-öket dobálni, vagy ilyesmi, de erre extenzív lehetőség van a nyelvben, így a C-sharpban meg adott netben beépítve arra, hogy tud tesztelni, hogy egy-egy adott névtér például, vagy egy-egy adott metódus az elérhető ez számodra, és a Microsoft az például garantálja neked, hogy bizonyos API csoportokat vagy teljesen implementál egy adott platform, vagy nem implementál, tehát mondjuk olyanod nincsen, hogy te most elkezded használni a kontaktok elérését az alkalmazásodban, és akkor lesz egy olyan API, ami mondjuk egy vagy IoT eszközön elcrash-el, egy Xboxon meg nem crash-el el, hanem ezt így garantálják neked. Képernyő méretek tekintetében ugye nagyon változatos, pont emiatt, hogy a telefon vagy akár képernyő nélküli eszközök is, től a 84 inches Surface Hub-ig ugyanaz van, de nem olyan nagy probléma, mert nálunk ugye alapvetően arra koncentrál a Microsoft, az sugallja mindenkinek, hogy használjatok vektor alapú megoldásokat a layoutotok kirendelésére. Ez ilyen nálunk azzal valami, ugye a Windows Vista óta WPF-ben először megjelent ilyen felületleíró nyelv, és hát gyakorlatilag mindent megcsinálhatsz vektorosan, amit szeretnél szinte. Ergo nem különösebben nagyon probléma az, hogy most neked több képernyő felbontása, vagy több DP skálát kell támogatnod. Androidon fragmentáció van. Nagy fragmentáció van, és ebből a szempontból mondhatjuk azt, illetve hát, ha nézegeti az ember a webben a egymásnak ugró platform hívőket, akkor gyakorlatilag ez az első dolog, ami előkerül az Androiddal kapcsolatban, hogy fragmentáció, és az egy szörnyű dolog, és a rengeteg képernyőméret. Lehet erről például a képernyőméretekre nagyon buta és félrevezető ábrákat látni. Én azt gondolom, hogy ez egy szoftvertechnológiai probléma, és ez egy olyan adottság, hogy addig nincs fragmentációd, amíg az első termékkel jöttél ki. Addig nincs probléma a képernyőmérettel, amíg egy képernyőméreted van. Kioszt az első telefont, és te vagy az egyetlen gyártó, akkor nincs fragmentáció. De 2 év múlva lesz fragmentáció, vagy még ugyanolyan vacak kijelzővel árulod a telefont. Ugye mivel az Androidot eleve úgy indították, hogy
nem egy gyártó készülékére fog fölkerülni az operációs rendszer. Lehetett tudni, hogy többféle képernyőméret lesz, többféle API lesz, és erre nagyon szép szoftver technológiákkal, legalábbis én úgy gondolom, hogy tanulni lehet belőle. Felkészült az Android platform akár a képernyőméret kezelésére, akár az API kezelésére gondolunk. iOS-en pedig ugye eleinte csak iPhone volt, teljesen jó volt egy képernyőméret, lehetett használni. Utána bejött egy kicsit nagyobb képernyő, illetve az iPad-es verzió, szóval akkor már két kijelzőre kellett kb. Megterveznünk az alkalmazásokat, és most ugye megjelent a még nagyobb képernyőméret, a 13 colos iPad-del, illetve bevezették iOS 9-ben a split screen-t, ahol pedig teljesen új felbontások jelennek meg, hogy amiben meg kell jelennie helyesen az alkalmazásodnak, de ahogy ezt mi a Skyscanner-nél használjuk, úgy tervezzük az alkalmazásokat, hogy legyen egy iPad-es layout, úgymond, és legyen egy iPhone-os layout, szóval legyen egy olyan, ami kicsi helyre befér, meg legyen egy olyan, ami nagy helyre, és az teljesen mindegy, hogy konkrétan mennyi helye van, csak az a lényeg, hogy kiférjen és szépen elrendezze az elemeket a képernyőn, szóval így próbáljuk responszívra csinálni, mint ahogy már a web évek óta ezzel játszik. API oldalról pedig minden API elérhető szerintem iOS-en, kb. Az összes device-on. Vannak persze extra feature-ök, mint például, ami most fog bejönni, az a 3D Touch, vagy Force Touch, vagy nem tudom, hogy pontosan mi lesz az iPhone 6S-ben a új feature, de lesznek ilyenek, gondolom majd az iPad Pro-ban is lesz a külön API-ja a Ceruzának, hasonlók, de ezek ilyen hardware limitációk, de amúgy minden elérhető szinte. Mi szükséges ahhoz, hogy egy alkalmazást tudjak publikálni? Tehát, hogy a megfelelő store-ba fel tudjam tölteni? Hát szükséged van először is egy store account-ra, nyilván. Ez egy ideig új, leginkább arra hasonlít nálunk a store modell, mint ami iOS-en van, Windows-on, tehát hasonlóan szigorú az ellenőrzés, hasonlóak a feltételek. Az egy nagy különbség az az, hogy most tavaly óta már nem kell minden évben fizetni ugyanígy a 99 dollárt, vagy azt hiszem, hogy 49, hogyha nem cégként regisztrálsz, hanem most már egyszer fizetsz érte, és akkor az ugye tiéd, örökre, pont. Androidon van így, ugyanígy gondolom, hogy egyszeri 25 dollár, azt hiszem, igen. Szóval ez igazából erre hasonló. Nyilván az alkalmazásodnak, a guideline-oknak meg kell felelni, ezeket elég szigorúan betartják. Viszonylag nagy fókusz van például a privacy policy, meg ilyesmi egyéb ilyen limitációs engedélykérésekre, tehát abba sokan belecsúsznak például, hogy nem veszik észre, hogy mondjuk, hogyha internetet elér az alkalmazásod, akkor 12 korhatára be kell például állítani rajta, anélkül nem is engedi a store-be venni, vagy például, hogyha bármilyen személyes adatot elérsz, akkor kötelezően kell privacy policy az alkalmazásodban, illetve egy külső weboldal címen is, és anélkül például nem lehet felrakni a store-ba, és nem egy rész volt már, ahol ez el lett felejtve, vagy nem foglalkozik, hogy áh, nem kell az, de kell, mert például belebuksz. És szerintem nagyjából ennyi. Androidnál egyszer a dolog, kell egy Google Developer Account, 25 dollár, ezt gyakorlatilag egy ilyen regisztrációs díjnak lehet tekinteni, egyszer kifizeted, és akkor vége. Hát az előbb hallott kicsit mondjuk hogyha ismeritek a Eric S. Raymondnak a katedrális és a bazár című művét, hogy ha a Windows-os megközelítés a katedrális, ahol ellenőrzik, ahol rend van, ahol ellenőrzik az alkalmazásokat, akkor az Androidos Play Store az a bazár, ahol azt mondjuk, hogy dönts el a piac. És ezért nincs gyakorlatilag elfogadási procedúra. iOS-en pedig két lehetőségünk van, attól függően, hogy szeretnénk disztribútálni az alkalmazásunkat, vagy egyéni fejlesztőként beregisztrálunk. Ennek van egy évi 100 dolláros díja. Beregisztráljuk az Apple Developer accountunkat, és akkor bármikor tudunk feltölteni az Apple Store-ba alkalmazásokat. Ekkor egy review folyamat veszi kezdetét, ami általában egy hétig szokott tartani. Ez alatt átvizsgálják a programunkat, kérdeznek esetleg, hogyha van kérdés, kipróbálják, megnézik, hogy milyen API-kat használunk benne, nem
teszünk kárt valamit a telefonba, szóval eléggé szétszedik az alkalmazást, és utána jelenhet meg a store-ban. Illetve, hogyha mondjuk egy nagy cég vagyunk, és szeretnénk egy ilyen belső saját App Store-t létrehozni, vagy pedig az alkalmazás az App Store-on kívül szeretnénk disztribútálni az alkalmazásunkat, akkor egy ilyen Enterprise accountot kell megvennünk, ennek évi $200 azt hiszem a díja, és itt annyival egyszerűbb, hogy ha disztribútálni szeretnénk az alkalmazásunkat, akkor csak alá kell írnunk a megfelelő provisioning profilokkal, és kész, elküldjük annak, aki szeretné felrakni, és teljesen használható lesz. Most inkább elsősorban akkor Windows és iOS fejlesztőket kérdezem, hogy volt már olyan, hogy visszadobták az alkalmazásotokat? Volt, igen. A privacy dologban, ahogy mondtam, én is beleszaladtam egyszer, legelőször, amikor ezt belehozták. Illetve volt, Windows Phone-on volt például ilyen, ott például szigorú szabályok voltak a 7 idei, mondjuk simán Windows Phone 7 volt, például arra, hogy a deck gombot azt hogy használod, mert azt például elérted így az alkalmazásodból, és volt például arra példa, hogy én a back gombot azt úgy használtam, hogy nem tudtál vele kilépni az alkalmazásból, mert én rá kötöttem egy action-t, és ez például tiltott a store valamelyik egyik sok pontból ez volt, hogy ilyet nem csinálhatsz, és akkor emiatt már dobták vissza. Volt még több is amúgy, de így ez így megmaradt ez a kettő. Kicsit belebeszélnék, mert eszembe jutott közben egy szempont, hogy automatikus tesztek viszont vannak, és ez nem olyan rigorózus nyilván, mint amiről a srácok beszélnek, de most jutott eszembe, hogy van fönn egy alkalmazásunk a store-ban, amiről elkezdte küldözgetni. Elhagytuk, nem foglalkozunk vele, és elkezdtek jönni a figyelmeztetések, hogy akkor ezt javítsuk ki, vagy le fog kerülni, mert valami nem biztonságos, amit használunk, van biztonsági, potenciális biztonsági hiba lehet benne. Nekünk is volt párszor, amikor visszadobták az alkalmazásunkat review folyamat során. Volt olyan, ahol már rögtön az elején, mert kiderült, hogy be kell pipálni két dolgot, hogy használunk benne termékmegjelenítést, vagy valami hasonló szöveg volt, ilyen marketing cucc, azt úgy rosszul pipálgattuk be, és azért dobták vissza. Volt olyan, hogy fájlokat mentettünk el, és azt nem mondtuk azt, hogy ne töltse fel a iCloud-ba, és azt feltöltötte, és akkor az nem tetszett az Apple-nek, akkor meg kellett változtatni a dolgokat, de ilyen nagyobb dolgok ezen kívül nem voltak. Az adott platform még mit ad egy fejlesztőnek? Tehát például gondolok a felhős tárhelyre, IoT, vagy pedig Watch. Tehát ugye most nagyon, nagyon népszerű ez, hogy ilyen okos órákkal rohangálnak az emberek, és azok valamilyen szinten kapcsolódnak ezekhez a platformokhoz. Maguk a platformok ezek közül miket támogatnak? Hát a Microsoftnak van a saját bandje, ami gyakorlatilag egy fitness tracker, inkább mint egy okos óra, ez itt látható a csuklomon. Ezen kívül saját ilyen wearable eszköze nincs a Microsoftnak, most elvileg egy hónap múlva, vagy október 6-án azt hiszem állítólag bejelentik a következőt, nem tudunk róla semmit, kivételesen ezt sikerült titokba tartani. Igazából így ilyen wearable tekintetében nem mondom azt, hogy nagyon jól álló jelenleg így a Microsoft platformja. IoT tekintetében inkább, most a Windows 10-ből, ahogy említettem már korábban, érkezik egy ilyen Windows 10 IoT Core nevű változat, ami gyakorlatilag ugyanazokat az alkalmazásokat el tudja futtatni, amit neked a desktop, vagy telefon, vagy bármi, és ezt például egy Raspberry Pi-re, vagy ehhez hasonló eszközökre fel lehet telepíteni, és például kioszkokba, vagy hasonló ilyen direkt egy adott célra felhasználható eszközökbe ajánlják, hogy így tudsz olyan alkalmazást fejleszteni, amik ezeken elfutnak. Illetve nem tudom, hogy ez wearable-nek számít technikailag, amit azért beledobnék szerintem itt a beszélgetésben, mert máshol úgy sem kerülne elő, az pedig a HoloLens. Erről ezt most így megkérdezem, hogy valaki hallott a HoloLens-ről? Viszonylag nagy számban. Szóval aki esetleg nem hallott a HoloLens-ről, ez gyakorlatilag azért HoloLens már holografikus szemüveg, tehát hogy fölteszed, a fejeden van konkrétan egy teljes számítógép, és hát nem augmented reality, hivatalosan mixed reality, de gyakorlatilag augmented reality-t csinál, tehát felismeri
3D-s világot körülötted, és erre objektumokat tud ráhelyezni. Tehát az skypolhatsz mondjuk úgy, hogy kiraksz valakit a falra, vagy így itt lebeg előtted a levegőben, vagy mit tudom én, 3D modellezhetsz, úgyhogy az asztalon jelennek meg a dolgok. Én megkockáztatom, hogy ez így belefér azért a wearables-be. Ebből állítólag jövőre érkezik egy ilyen development kit, és hát az alapján, amit most a Microsoftnak a vezérigazgatója Satya Nadella mondott így, 5 éven belül lesz belőle ilyen mindenki számára elérhető consumer product. Jelenleg ilyen nagyon-nagyon magic kategória még ez az egész. Nem nagyon tudunk semmit sem arról, hogy fejlesztői oldalról, hogy fog ez kinézni. Annyit tudunk, hogy amit most csinálsz, Win 10 app, az futni fog rajta is. Ezt így már elmondták, de ezen felül sokat még nem tudtunk. Kipróbálni sem volt még lehetősége, csak nagyon kevés embernek. Minden jó megy évvégéig, én ki fogom tudni. Úgy néz ki. Androidon Android Wear létezik, órával lehet játszadozni. Megmondom őszintén, hogy én ebbe az irányba nem tapogatóztam, és egy kicsit el is vagyok maradva, mert ebben az óra dologban nem hiszek, de ezt majd hogy szívesen beszélgetek erről 3-4 vagy 5 év múlva, és kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba megy el. Ezen kívül, ami érdekes, most nekem megint a szoftver technológia oldal ugrik be, hogy az Androidon nagyon szépen működik az alkalmazások közti kommunikáció. Ez nagyon szépen ki van alakítva. Tehát az egyes alkalmazások tudják használni egymás szolgáltatásait. Nem feltétlenül van szüksége arra, hogy a platformban legyen benne egy adott API, hanem a telepített alkalmazáson keresztül, ha föl van telepítve az adott alkalmazás, akkor tudod használni a másik alkalmazás által adott szolgáltatást. Nálunk pedig ugye ott van az Apple Watch, arra lehet fejleszteni, van hozzá API, mindenféle SDK, teljesen jó, illetve ott van a HomeKit, amivel az ilyen okos otthon vezérlőket lehet kezelni, mindenféle, nagyon jól támogatjuk a Bluetooth-os dolgokat, és megjelent ugye az Android Wear is, most már azokat az órákat is lehet csatlakoztatni iOS device-hoz, illetve például ami nekem van a Pebble, ez is egy third party dolog, és teljesen jól áll van az iOS-es platformmal, különböző limitációkkal persze, nem lehet megcsinálni azt, hogy beszélgetek vele, telefonálok, ilyesmit, mint az Apple Watch-sal, de elég nyitott, és nagyon sok minden elérhető, szóval én például nagyon örültem, amikor a Android Wear így megjelent, hogy végre lehet használni iOS-en is, és akkor ki lehet próbálni más órákat is. Mert előtte kb. Csak a Pebble volt, meg az Apple Watch, amit így lehetett használni, de most már teljesen nyitottak vagyunk, és bármi jöhet szerintem. Még annyit hozzátennék, hogy amúgy érdekes megfigyelés, hogy olvastam Twitteren én is, hogy a Apple az támogatja a saját eszközét, a Google-ék támogatják saját magukat és az iOS-t, és a Microsoft, aki meg mind a hármat támogatja, mert például ezt a Bandit is mind a három platformon lehet használni, és nem is olyan sok wearable van, csak ilyen fitness kategóriában, tehát ez ilyen, most eszembe se jut Istennek sem, mindegy. Na mindegy, szóval, hogy ez így esetleg érdekes megfigyelés. Még az előző kérdésről lemaradt, hogy milyen felhőszolgáltatások vannak, amiket igénybe lehet venni, illetve hogy ezek mennyire szorosan kapcsolódnak az adott platformhoz. Hát nálunk nyilvánvalóan van az Azure. Nem mondom amúgy azt rá, hogy nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, tehát hogy ma már azt mondom, hogy annyi fajta millió technológia van, tehát hogyha akarsz, akkor Azure-on is használhatsz Linuxot, Docker image-eket, meg bármit, amit szeretnél, meg Node.js-t, hogy igazából nem mondanám azt, hogy így kizárólagos kapcsolat van a felhő és a platform között. De amúgy igen, tehát hogy ott az Azure, és azon kívül persze bármit használhatsz, tehát hogy nincsenek ilyen limitációk. Igen. Igazából. Mit értünk felhő technológia alatt? Hogy pontosítod a kérdést? Hát bármi olyasmit, amikor nem egy konkrét szervered van, hanem nagyjából az alkalmazásodat feltöltöd, nem tudom másképp megfogalmazni, egy felhőbe, ami valahol van, egy hatalmas nagy adatcenterben, és gyakorlatilag te nem egy szervert, nem egy fizikai szervert birtokolsz, hanem... Oké, nem pont így értettem a kérdést. Tehát most tárhelyre gondolsz, hogy valami backendre gondolsz. Aha, oké. Tárhely, a Google-nek ott van a Drive, a Dropbox is jelen van. Ott nem tudom pontosan, hogy működik az integráció, ezt megmondom őszintén.
Backend meg hát használunk, amit használunk. Mobil parse, mobil backendek, ezek, nem tudom, hogy ez beleértetted a kérdésbe. Természetesen maguk ezek a felhős mobil backendek, ezek pontosan úgy készülnek el, hogy te bármelyik platformot tud használni, nyilván támogatják az Androidot is. Parse, Firebase, ezek ugranak be hirtelen. Igen, backend részről nálunk is az van, hogy mi is Parse-ot használunk, egyéb Azure-t is használtunk már, szóval így kb. Bármelyik felhőszolgáltatást használhatjuk így a backendre, és a fájltárolásra, illetve egyéb szolgáltatásokra pedig nekünk ott van az iCloud, ami mondjuk csak iOS, illetve OS X platformokról elérhető, oda most már tudunk ugyanúgy menteni fájlokat, mint ahogy a Google Drive-ba, vagy a Dropbox-ba, vagy egyéb dolgokba. Az össze van szinkronizálva kb. Az összes Apple-ös device-unkkal, szóval egész kényelmesen lehet használni, illetve még a játékra ott van nekünk a Game Center, ami azt eredményezi nekünk, hogy el tudjuk menteni a mentéseinket, azt bármelyik telefonunkról elérhetjük, illetve még ad nekünk olyat is, hogy könnyen lehet multiplayer game-et csinálni benne, az abban benne van maga a játék, akkor a chat is benne van, a voice alapú csetelés, szóval így elég sok mindent ad számunkra. Igen, ez nálunk kimaradt, hogy ugyanígy létezik a OneDrive, meg a Microsoft accounthoz kötődő szolgáltatások, illetve amit a Game Center az nálunk, ugye az Xbox Live, amihez sajnos egyelőre még mindig nincsen hozzáférés az átlagos földi halandóknak, mint mondjuk mi vagyunk, hanem bele kell kerülni mondjuk egy ilyen Microsoftos, mint tudom én, ID at Xbox programba, hogy te egy olyan developer vagy, akinek adnak hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz, de például egy ilyen játékállásmentés, amit mondtál, ehhez erre nincsen szükség, mert nálunk például a Windowsban az ilyen operációs rendszer szintű feature, hogy az alkalmazásodnak ugye van ez a kis sandboxos storage, ahova te szemetelhetsz, és van egy lokál, meg van egy roaming része ennek, ha véletlenül valaki a Windowsban a updata mappájába belemászott a felhasználójának, ezt látta. Na most, amit a roamingba teszel, azt a rendszer neked automatikusan szinkronizálja az ugyanilyen alkalmazás ID és ugyanez user ID jó felhasználók között. Tehát a másik eszközön van Windows alkalmazásod, ugyanez letöltve, akkor szinkronizálja neked a rendszer magától ezt a kettőt. Következő kérdés az lenne, hogyha készítetek egy alkalmazást, hogyan lehet eljutatni a tesztelőkhöz? Van-e valami megoldása az adott platformon, vagy pedig valamilyen third party alkalmazásra kényszerülünk? Third party megoldások nem nagyon vannak, nem jellemző, mert viszonylag zárt a rendszer, tehát hogy nem nagyon tud az ember belenyúlni. Igazából meg azt is meg kell nézni, hogy most csak Windows vagy Windows Phone. Windows 10-zel ez más, Windows 10-zel azt mondod, hogy berakod a store-ba, vagy azt mondod, hogy ezek az e-mail című userek töltetik le, vagy azt mondod, hogy itt egy privát link, amit csak annak küldök el, aki akarom, hogy lássa. Ezek a megoldások vannak, én azt mondom, hogy ez viszonylag tök kényelmes. De például 8.1-es Windows-ra, meg ennél korábbi ilyen tabletes megoldásokon ilyen nem volt, tehát kénytelen volt el azt csinálni, hogy mindenkinek manuálisan el kellett küldeni a sideloadolható telepíthető package-et, és akkor mondjuk ott egy PowerShell script azt feltelepítette ő neki az eszközére, miután azon az eszközön engedélyezték a fejlesztői módot. De ez így azért elég kényelmetlen volt, tehát nem volt mit tudom én, például test flight vagy ilyesmi, ami ezt így automatizáltan megoldotta volna. Windows 10-zel már jobb a helyzet. Androidnál a store-ban tudunk alfát, bétát küldözgetni a felhasználóknak, illetve van a staged rollout, ami szerintem nagyon jó, mert egy nagyon minimalista megoldás az, hogy elküldjünk a linket az APK-ra, és ha be van kapcsolva a fejlesztői mód a telefonon, akkor már tudja is telepíteni. Nyilván, hogyha egy nagyobb projektről van szó, ott már ez nem működik, viszont el lehet indulni ilyen nagyon lean módban. Pont a Skyscanneresek előadásán hallottam, hogy megoldásra nekem nagyon tetszett, hogy a Continuous Integration rendszerben, amikor a code review-t csinálja a fejlesztő, akkor lát egy QR kódot, gondolom, hogy ez egy APK-ra mutat, azt ugye nem mondtátok, és azonnal tudod letölteni, ez szerintem szuper, és ez pont ez a nagyon lean, egyszerű megoldást teszi lehetővé, hogy fel tudsz telepíteni egy fájlt, egy APK-t az adott mobilra.
Igen, ezt jól tudod, pontosan úgy van, hogy ahogy a Git-be nyitunk egy pull requestet, akkor a CI azt leteszteli, lefutatja a teszteket, és hogyha sikeres volt az összes teszt, akkor feltölti Hoki appra, és onnan tudjuk egy QR kód segítségével letörteni az eszközünkre, de ez nem csak Androidnál, hanem iOS-nél is lehetséges, és azzal is működik. Szóval mi használjuk a Hoki appot, ami amúgy a Microsoft azt hiszem felvásárolta, hogyha jól tudom, és ez egy tök jó platform, pont erre találták ki, hogy beta tesztelőknek elküldjük az alkalmazásokat, és akkor ők fel tudják ezt telepíteni. Itt annyi megkötés van, hogy az Enterprise accountot kell vásárolnunk, a aláíráshoz, és azzal kell aláírnunk az alkalmazásainkat iOS oldalon, ugye, és akkor ezt bárki fel tudja telepíteni, illetve ezek a másik beta dolgok pedig még eleinte, amikor még kézzel csináltuk ezeket, akkor ugye minden developer accounthoz fel lehet venni 100 különböző eszközt, annak az ID-ját, és akkor azokra fel lehet telepíteni ezeket az alkalmazásokat, és akkor azzal is fel lehetett telepíteni hozzá. Illetve még iOS fronton volt a Test Flight, amit megvásárolt az Apple, és ezt teljesen beépítette magába az App Store-ba, a review folyamatba. Szóval úgy működik, hogy feltöltöd az alkalmazásodat az App Store-ba, és akkor azt mondod, hogy ezt szeretnéd most beta tesztelőknek kiadni, ott meg tudsz adni neki externál meg internál tesztelőket, és akkor megmondhatod, hogy akkor ő neki kiküldjük a buildet. Itt is van még egy review folyamat, itt ez már csak egy pár órás folyamat, amik a bétát átnézik nekünk az Apple-nél, átnézik, és akkor utána kimehetnek externál tesztereknek is. Szóval amikor először feltöltjük, akkor csak internálok nézhetik meg, utána átnéz az Apple, és akkor nézhetik az externálok is, és hogyha minden jól megy, akkor pedig lehet felnyomni a store-ba. Most, hogy már tudunk kiadni alkalmazásokat, meg tesztelni is, jön automatikusan a kérdés, hogy hogyan tudunk pénzt keresni az adott alkalmazással. Minden szabvány megoldás működik, tehát, hogy eladod az alkalmazásod fizetősen, vagy raksz bele in-app purchase-eket, amivel talán több, hogy nálunk létezik a trial fogalma, ami lehet vagy idő alapú, vagy egyszerűen csak egy API-ba megkapod, hogy én most trial módban futok-e vagy sem, és akkor ez alapján limitálhatod a feature-öket, vagy megjeleníthetsz reklámokat. Illetve talán ami azt hiszem, hogy Androidon talán van, de iOS-on nincsen, hogy nem kötelező az in-app purchase-eket a Microsofton keresztül lerendezni. Tehát megteheted azt, hogy a te alkalmazásodban mondjuk PayPal-on keresztül csinálsz in-app purchase-eket bele, és ezzel kikerülöd a Microsoftnak, effektíve a bevételtől elesik. Szóval ezt megteheted, és igazából hát nyilván vannak ugyanúgy reklámok, talán ennyi. Androidon nem lehet pénzt keresni. De technikailag természetesen lehet pénzt keresni. Nyilván ugyanezek a standard megoldások működnek. Alkalmazást eladod, in-app purchase hirdetések. Jól tudod, nem vagy köteles az in-app purchase-t a Play Store-on keresztül intézni, aminek ugye van egy 30%-os jutaléka, hogyha rajtuk keresztül, ez nyilván ennek azért van egy olyan előnye, hogy ott már megadta a felhasználó a hitelkártya adatait, sokkal simább a vásárlási folyamat, kevésbé valószínű, hogy vissza fog fordulni a felhasználó. iOS fronton pedig ugyanúgy elérhetőek a hirdetések, alkalmazásokat lehet eladni, hogy ára van az alkalmazásoknak, illetve in-app purchase is van. Nálunk 25%-ot von le az Apple a megvásárolt árból, szóval a fejlesztő az árnak a 75%-át kapja meg, és van egy kivétel az in-app purchase-nél, hogyha például PayPal-t akarunk használni, az a mondás, hogyha egy fizikai objektumot akarsz megvásárolni, azt nem kötelező in-app purchase-szel eladni, és ezért például az eBay az teljesen jól tud működni, és az PayPal-al lehet ott fizetni mindenért. Ez a kiskapu, amit ki lehet használni, hogyha valaki PayPal-t szeretne használni. De például amikor mi csináltuk az ébresztő óránkat, ahol a snooze-ért kellett fizetni, akkor gondoltunk, hogy de jó lenne, hogyha lehetne simán mondjuk PayPal-t hozzákötni, mert akkor egyből le lehetett volna vonni a pénzt, nem kellett volna mindig beírkálni a felhasználó nevedet, meg a jelszavadat, de sajnos ezt nem lehetett megcsinálni pont emiatt, mert nem adtunk egy fizikai dolgot nekik, és ennyi.
Közben itt, amit mondtál, arra eszembe jutott, hogy viszont a Google platformon, az Android platformon nem használhatod az in-app purchase-t arra, hogy fizikai árut vagy fizikai szolgáltatást árusíts. Most pont dolgoztunk egy olyan projekt, sőt két olyan projekten is, ahol a gyakorlatilag emberek idejét adtuk el, most mondjuk így egyszerűen emberek idejét adtuk el a platformon keresztül, és ez például nem mehetett volna a Google-os in-app purchase-en keresztül. Ismételten eljutottunk odáig, hogy tudunk már kiadni alkalmazást, van accountunk, tudunk vele pénzt keresni. Milyen megoldások vannak, amit a platform biztosít, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy hány ember vásárolta meg az alkalmazásunkat, vagy az in-app purchase termékünket. Tehát magyarul a metrikák, illetve pontosabban az analitikák érdekelnek, hogy ezeket hogy hogyan lehet utána nézni, hogy mégis mi történt. Szétszedem kicsit a dolgot, most mondom azt, ami Windows 10 előtt volt. Nem igazán volt tök jó support arra, azt mondom, ilyen third party szolgáltatóknál, most mondok példát, azt hiszem Appany volt például ilyen, ami ilyennel foglalkozott, hogy figyelő, hogy milyen, hogyan használják az alkalmazásod, de ezekre nem igazán voltak jellemzően ilyen first party eredeti pluginok, megírhatod magadnak esetleg, de hogy nem volt jellemző. A store-on keresztül pedig viszonylag limitált volt, ami visszajött. Nyilván megkaptad, hogy igen, megvették ekkor ennyiért ebből az országból, láttad a review-kat, de például a használati adatokat nem láttál. Most ez Win10-zel megint azt mondom, hogy jobb lett a helyzet, sokkal részletesebb az, amit már a store-ban megkapsz különösebb erőfeszítés nélkül, plusz megjelent most ez az Application Insights, ami egy teljesen komplett analitika platform, tehát hogy bármit, amit akarsz, tudsz tőle trekkelni, viszonylag ilyen next finish jelleggel lehet ezt beleintegrálni az alkalmazásodba, sőt azt hiszem, hogy már most a Visual Studio újabban úgy csinálod az új projektet, hogy van egy pipád, ami azonnal be van jelezve, hogy amikor új projektet hozol létre, akkor már ezt integrálja is bele azonnal, és már ezt így kódszinten bele is írja az alkalmazásba, ami ahhoz kell, hogy az így működjön. És ja, innentől kezdve viszonylag részletesen megkapod már ezeket az adatokat, hogy hányan használják, crash reportok, stb. A Play Store-ban szerintem nagyon, nagyon klassz analitika van, főleg azután mondom, hogy csináltunk olyan alkalmazásokat, amiket kiadtunk iOS-en is, és Androidon is, és egyszerűen nem hittem el, hogy az egyik helyen látok bizonyos adatokat, a másik helyen pedig nem látok. Verziókra lebontva meg tudjuk nézni, tudom nézni a telepítések számát, tudom nézni az installed base, tehát hogy hány alkalmazás van installálva a telefonokon, amiből következően tudom nézni azt, hogy mennyi új installáció, tehát tudom nézni csak az új installációkat, illetve tudom nézni, hogy kik vették le. Ez nagyon fontos és érdekes tud lenni, hogyha szolgáltatást fejlesztünk, tudjuk látni bele a churn rate-et is. Tehát, hogy lehet, hogy sokan installálják az alkalmazásot, ez viszont marha sokan szedik le, akkor baj van. Ez szerintem egy nagyon fontos információ. Illetve lehet használni a Google Analytics-et is, amivel szuperül lehet követni a felhasználók tevékenységét az alkalmazásban, amiből megint remek következtetéseket lehet levonni. Persze, ha már ezt használod, akkor már lehet következtetés levonni arra is, hogy kik nem használják az alkalmazást, de mégis szerintem ez a leszette vagy nem használja, ez egy nagyon hasznos információ. Az iOS fronton ott pedig még szerintem elég gyerekcipőben jár az Apple-nek az analitikája, mivel azt hiszem évelején vagy valamikor tavasszal jelentették be az Apple Store-ban vagy a App Store-ban az analitikai részt. Meg lehet nézni, hogy hányan töltötték le, honnan töltötték le ilyen alapadatokat, de hogyha egy kicsit mélyebbre akar belemászni az ember, akkor már nem kapunk olyan jó adatokat, és mi ugyanúgy használunk Google Analytics-et, illetve Mixpanel-t, meg egy saját Skyscanner-es logging dolgot is, szóval így third party dolgokat használunk analitikákra. Most, hogy már nagyon sok mindent tudunk a különböző platformokról, adódik a kérdés, hogy mi az, amit mondjuk hiányoltak a saját platformotokból, ami megvan a másik platformban? Jót kérdeztem. Ezt lehet, hogy továbbadom, kicsit gondolkodok. Én is passzolnám, szerintem a Csabi fog tudni a legkönnyebben válaszolni. Aha. Nekem is kell gondolkodnom egy kicsit. Jó, akkor nézzük NFC.
Szóval NFC-t mondtatok, illetve Bluetooth kezelés meg mindent. Nem tudom, szerintem a Bluetooth kezelés, nem próbáltam még, de úgy hallottam, hogy lehet használni jól. Fájlokat küldeni nem annyira lehet. SPP-ről nem tudok. NFC az van a telefonokban, csak nem használhatjuk, ugye, mivel az csak az Apple Pay-hez lehet használni, azt igazán megnyithatnák, elég sok minden kinyílna vele. De ezeken kívül szerintem továbbadom, és még gondolkozok. Én akkor megfordítom a kérdést, hogy én azt szerettem mindig nagyon, amikor már elkezdtem az Androiddal dolgozni, hogy nagyon hackkelhető, és nagyon sok izgalmas dolgot lehetett már megcsináltam. Én azt hiszem, hogy 2.1 volt az első verzió, amivel én elkezdtem bütykölni, és nagyon szerettem azt, hogy én szeretem azokat az alkalmazásokat, amiket úgy a nyomkodáson kívül másra is lehet használni. Például nélkül tudtam hozzá csatlakoztatni a kis öngyűjtő, ma már nem használom ki, de kis öngyűjtő méretű külső GPS-t, amit még egy vacak BlackBerry-hez vettem, de például itt is tudtam használni, ezt a iPad-emhez nem tudtam hozzákötni, ami a Bluetooth serial profilon keresztül kommunikálna, de ott nem lehetséges. Viszont ezekkel nagyon klassz dolgokat lehet csinálni, akár IoT területén, akár ezzel, hogy a háttérben tudnak futni az alkalmazások, akár ezek kommunikálnak egymást az alkalmazások. Én tök elégedett vagyok. Közben kitaláltam, hogy mi az, ami nekem kicsit cifájdalmam, hogyha most tekerjünk vissza 2010-be. 2010-ben azt mondom, hogy amikor így ránéztél, hogy néztek ki a mobil platformok, akkor azt mondtam, hogy én konkrétan azért mentem a Windows fejlesztés irányba, mert iszonyatosan tetszett, amit a Microsoft művelt így VP7 idején. Nagyon szép volt, animált, mozgott, shiny, nagyon tetszettek ezek az animációk, amik ma már tök alapnak számítanak, hogy például kimegy egy elem a UI-ból, és ahogy átérsz a következő oldalra, ugyanez az elem visszatér, tehát hogy valami elem megmarad, ami a felhasználót vezeti. És ezek tök jó dolgok, de ott például trükkösen oldották meg, tehát hogy így kirepült az oldalról jobbra, elhagyta a képernyőt, majd a következő oldalon újra berepült a képernyő, tehát fizikailag nem maradt ott folyamatosan. És ezt például a mai napig nem oldották meg kényelmesen, tehát meg tudod oldani bizonyos hekkelésekkel, tehát hogy megoldható, nem lehetetlen, de nincs mondjuk olyan könnyű megoldás arra a mai preferált zömölös technológiában, mit mondjuk az Androidnál a materiálnál meg tudod csinálni, hogy például rányomsz erre a kis karikás plusz gombra, nem tudom ennek mi a szakneve, hogy materiálban ez a floating action button, így van. Szóval, hogy azt például viszonylag nehéz lenne megcsinálni nálunk egy ilyen zömölös keretrendszerben, vagy valami iOS-en és Windows 10-ben is újra visszajött a Vista-ba bemutatott blur és elmosás. Például kb. Lehetetlen, hogyha azt akarod, hogy ne csak statikus tartalom legyen mögötte, hanem mozogjon is valami. Egyszerűen nincs most rá megoldás, írjál magadnak saját layouting rendszert, mit tudom én, DirectX alapon, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, de olyan nincs zavarba, hogy egyszerűen azt mondom, hogy ez az elem, és mögötte meg blöröld össze a tartalmat, na ilyen nincs, és én tökre boldog lennék, hogyha lenne. Közben eszembe jutott, hogy mi lenne nagyon jó két dolog, hogyha Apple kezébe venné, és tenne érte valamit. Az egyik az a provisioning profiloknak a kezelése, mivel hogyha alá akarunk írni egy alkalmazást, amikor submitoljuk, vagy csak lebildeljük, hogy beta release-re kimenjen, az eléggé nyökvenyelős szokott tud lenni, és sok órákat el tudunk tölteni azzal, hogy akkor most innen kell letölteni a provisioning profile-t, onnan kell letölteni a aláírót hozzá, és akkor nem akar működni, akkor töltsünk fel újat. Ez az Xcode 7 már próbálkozik vele, most már elvileg van egy olyan, hogy fix. Van egy, hogyha nem akarja aláírni, akkor azt mondja neki, hogy fix this, és akkor fixálja, de persze ez sem működik mindig, és akkor jönnek a szörnyűködések, hogy ezt most hogy kell, és akkor az van, hogy van egy developer felhasználónk, akinek tudjuk, hogy azzal mindig alá tudjuk írni, és akkor minden gépen be van jelentkezve az az egy developer felhasználó, hogyha ezt megjavítanák, az nagyon király lenne. Illetve a másik dolog, hogy van egy ilyen package kezelő rendszerünk, a Cocoa Pod, és ez egy nagyon jól működő rendszer. Néha, viszont amikor, főleg akkor, amikor új iOS-ek jönnek ki, új Xcode-ok jönnek ki, akkor tud fejfájást okozni nekünk, hogyha ezt is Apple a kezébe venné, és mint tudom, megvenné esetleg, vagy támogatná jobban, akkor az még királyabb lenne, és akkor jobban lehetne használni a dolgokat szerintem. Akkor azért mondok én is valamit, most így elgondolkoztam, hogy
Ugye mondtam az elején, hogy ez a fragmentáció, ez egy ilyen szoftver technológiailag kezelhető probléma, és tök jó, hogy tudjuk kezelni, de azért az marhára irigylésre méltó mondjuk az iOS-es srácoknál, hogy egy-két hónapon belül mindenkinek iOS 9-e lesz, meg 10%-nak lesz iOS 8, és senkinek nem lesz iOS 7. És ugye mi most nézegettem, talán majd erről is beszélünk, de nézegettem a platform adatokat, és azért mondjuk 4.0-ig visszamenőleg muszáj támogatni, esetleg 2.3-ig, amire persze vannak megoldások, de azért tényleg elég nagy a szórás. Azért azt tegyük hozzá, hogy a számok mögött a nagy ugrás az leginkább a tabletes 3.0-as Honeycomb-nak a megjelenése, ami azért az eszközöknek körülbelül a 5%-át jelentette. A következő kérdés, hogy szerintetek mi lesz a következő nagy durranás, amit be fognak jelenteni? Ugye most már az iOS-es bejelentések után vagyunk, de még ugye jövő nyáron azért még lehet, hogy lesz valami meglepetés. Szóval mik ezek? Most nem tudom, hogy tetszeni fog, amit mondok, remélem semmi. Tehát, hogy az elmúlt 4 év, az folyamatosan arról szólt, hogy mindig azt kaptuk, hogy na majd a következő verzió, mert mindig az volt, hogy VP7 nem olyan jó, mert Windows CR-re építettük, na majd a Windows Phone 8, mert végre NT-kernel van adta, na jó, nem olyan jó, mert Silverlight appok futnak rajta, és most át kéne raktunk ezt is erre az univerzál világra, és fusson VinRT, akkor na majd, akkor Windows Phone 8.1, akkor végre jobb, és akkor most a Windows 10-zel kicsit megnyomták a gombot így évente. És most már úgy érzem, hogy kialakult végre ez a Windows 10-re épülő platform, ami azt mondom, hogy tényleg most már egységes, és én így nem szeretnék megint hallani egy ilyen nagy újdonságot, hogy most mi változott már, szerintem nem is fogunk. Hardware tekintetében én elviselnék egy Surface Phone-t, de az még messze van, most jön 2 flagship, amiről tudunk, október 6-án jön bennek a következő generációja, meg hát a HoloLens, amiért már előre kijelentettem, hogy én eladom a vesém, meg a féltüdőm, meg mindent, tehát hogy az nekem az kell, pont. Tehát az nem opció, hogy nincs. Igazából szerintem más egyebet így hirtelen nem várunk. Megmondom őszintén, én valószínűleg nem várok semmit, tehát hogy belegondoltam, tetszett egyébként, hogy kezdted a válaszodat, hogy most lehet, hogy én nem tekintek eléggé előre, vagy én nem várom eléggé a jövőt, de meg nem követem ezt a spekulációs fázist. De egy kicsit az van, hogy egy idő után azért nem annyira jó, hogyha a platformgyártó minden apróság egy ilyen nagy durranásnak számít. Az azt is jelenti, hogy a platform nem elég nyitott. Tehát, hogyha a nagyon nagy durranásokat a platformgyártótól várjuk, ez azért egy elég kiforrott platform. Lehet, hogy itt is az a jó hír, hogyha nem jön nagy durranás, vagy csak én közlekedek csukott szemmel a világban. Ugye, ahogy mondtad, most volt a Apple-nek a őszi konferenciája, ugye szeptemberi, és úgy ültünk ott, mint karácsonykor a gyerekek, és tök jó volt, mert bemutatták az iPad-et, aztán bemutatták az Apple TV-t, aztán az új telefont is, és tök jó. Már nagyon régóta vártunk arra, hogy a TV-t végre megnyissák a fejlesztők előtt is, most már tudunk majd TV-re is alkalmazásokat fejleszteni. Valószínűleg szerintem majd közelebb fogják hozni a telefont és a TV-t, illetve a tableteket, ugye, hogy azok is kommunikálnak a watch-sal, meg ilyenek, illetve kíváncsi leszek, hogy a ceruzával, vagy a tollal, az Apple tollal, azzal milyen extra dolgok fognak majd még kijönni, miket talál majd ki még az Apple vele, illetve ami spekulációkat lehet olvasni az interneten, az, hogy az Apple dolgozik egy nagy projekten, hogy valami autó lesz esetleg Apple-ös, de szerintem ez a elkövetkező pár évben még nem lesz megvalósítva. Lehet, hogy dolgoznak rajta, valószínű, de az még sokáig fog tartani szerintem. Szóval azt mondod, akik ma gyerekként iPhone szeretnének karácsonyra, az majd pár év múlva autót szeretne. Hát de milyen autót? Természetesen Apple autót. Most a közönséghez fordulok, hogy nektek van valami kérdésetek? Pont leghátul.
Sziasztok! A bug tracking, hogy ezt hogy oldjátok meg, főleg cross platformon, hogy föltöltse az app, amikor elfél, miért fél el, hol fél el, tel ilyenek, hogy legyen rendes analitikátok arról, hogy hol vannak a gondok. Hát két részben, vagy használod azt, amit ad neked a Microsoft, ami azt jelenti, hogy ha az alkalmazásod az úgymond false close, tehát egy totális exception-nel elhal és megöli az operációs rendszer, akkor erről mindig megkapod a stack trace-t, meg minden egyebet, amit éppen akkor így az eszközből így ki tudsz szedni a rendszer, és ez automatikusan megjelenik neked így. Ez már nagyon régóta, ez Windows Phone 7 óta ez így működik, hogy így az alkalmazás adatainál látod egyrészt statisztikában, másrészt le tudod tölteni ezeket az adatokat. Hát ezen felül, meg amit ténylegesen alkalmazás bug, de hogy nem crash-el el tőle az alkalmazásod, azt meg követed magad, tehát hogyha használod mondjuk ezt az Application Insights-t, akkor belerakod magadnak, mint esemény, hogy itt valami történt, vagy valami saját szolgáltatást használsz, de ilyen kicsi bugokra, de most sok idézélet képzeljétek el, ilyen rendszer szintű vagy platform szintű támogatás így külön nincs. Most bukok le, hogy igazából azért olyan jó két éve nem dolgoztam éles Android projekten, de eszembe jutott, hogy mit használtunk legutóbb. Talán most már van, rád nézek azért Péter, támogatása a platformon, a store-ban. Nem lehet azt mondani, hogy mi mit használtunk, ami viszont egy elég jó megoldás. Van egy Sentry nevű szoftver, aminek van egy hostolt változata, illetve open source is lehet használni. Mi egyébként ezt használjuk a webes alkalmazásoknak a hibalog követésére, és nagyon szépen létre lehet hozni benne projekteket, csapatokat, és így élőben látod, ahogy beesnek a hibák, azokat szépen összecsoportosítja, és ennek van egy API-ja. Azért azt gondolom, hogy most már van hozzá Android és Library is. Mi annak idején a projektben csináltunk hozzá egy, hát ez egy nagyon egyszerű library, JSON-be fölnyomod az adatot, magában a szerverben be tudod állítani a megjelenítést, és stack trace-szel minden adattal együtt tudod látni, bele tudsz rakni usereket, azonosító adatot is, úgyhogy ha bármilyen projektben még nem használjátok ezt, akkor én javaslom, hogy csináljátok az androidos projekteknél, és ez marhára nyerő volt. Nálunk pedig kb. Bármelyik Analytics szolgáltatást nézzük, annak van egy olyan funkciója, hogy feltöltse automatikusan a crash reportokat. Ennek vannak szofisztikáltabb módszerei is, hogy kiírja, hogy elcrashelt az alkalmazás, szeretnéd elküldeni a stack trace-t, hogy ezt fel tudjuk dolgozni. És erre mi a Hoki appot használjuk, illetve AppDynamics-et, és teljesen meg vagyunk velük elégedve. Nagyon jól lelogolja, hogy milyen device volt, milyen nyelven, milyen beállítással, mi volt a stack trace, szimbolikája is, szóval így tudjuk sorra, hogy melyik sor crash-elt el konkrétan. Még annyi kiegészítést tennék, hogy Android esetében van egy csomó ilyen third party megoldás. Alapvetően a store-ba is fel lehet küldeni azt, hogy mi volt a crash. Nem teljesen jó, mert hogy a usernek a hozzájárulása kell, tehát a user megnyom egy gombot, hogy oké, rendben, küld föl. Viszont vannak ilyen automatikus túlok, ha rákerestek, akkor kismilliót lehet találni, és mind a három platformot szokták többnyire támogatni. Bugsense, Criticism, sőt van az androidos ilyen Akra, ez egy rövidítés, egy saját szerveren tudod fogadni a JSON-nel a különböző stack részeket. Esetleg még van kérdésetek, bár az időnk lassan lejár, akkor legyen ez az utolsó kérdés. Egy utolsó rövid kérdés, rövid válaszok. A hirdetési lehetőségek a mobil platformon mennyire kifolyottak? Tehát, ugye most látjuk azt a tendenciát, hogy a desktop világból egyre jobban mennek át az emberek a mobilra, és ráadásul ott még az adblockkal is súlyosbítva van a helyzet, és már lehet hallani, hogy már a mobil platformokkal is jönnek ilyen adblock-szerű dolgok, hogy mennyire tud megélni egy portál, ami csak reklámbevételből él a mobil platformon, hogyha a felhasználói kb. Átmigrálnak a mobil platformon, vagy egyre többen használják.
Meg lehet, azt mondom. Tehát, hogy van sok olyan, ismerek sok olyan fejlesztőt, akinek az alkalmazása az kizárólag reklámbevételből él. Megkockáztatom, hogy ez amúgy mindhármunknál, ha valami nagyon kiforrott, akkor az a reklám. Tehát, hogy mindegyik gyártó szerint nagyon rákoncentrált. Ugye a Microsoftnak is van saját szolgáltatása a Bingen keresztül, ahol reklámokat tudsz az alkalmazásokba berakni, de használhatunk ezen kívül bármelyik harmadik féltől származó reklámszolgáltatót. Általában az AdBobot szokták mondani talán, ami legismertebb. Vagy AdDuplex meg, tehát nagyon sok van igazából. És így megkockáztatom, hogy szinte mindegyik támogatja mind a három platformot, meg viszonylag egységes. Én akkor ezek után már főleg nem a technológiáról beszélnék. Én nem nagyon hiszek a mobil reklámban. Nyilván, ahol egyre több felhasználó lesz, lehet, hogy bebizonyosodik, hogy nem nincs igazam. Én azt gondolom, hogy a mobil az egy nagyon, nagyon személyes felület, azt állandóan tapogatod, és már a weben sem annyira szeretjük a reklámokat, és azért olyan sokan nem élnek a reklámokból, bár lehet, hogy akkor neked van egy portálod, ami abból él. Szerintem ezt a mobilon sokkal érzékenyebben kezelik az emberek, illetve eleve az eszköz valahol egy kicsit lassabb, kisebb a képernyő, tehát hogy a felhasználó élmény is valahol rosszabb reklám szempontból szerintem. Szerintem viszonylag kevesen fognak ebből megélni. Nálunk pedig ugyanúgy elérhető kb. Bármelyik reklámszolgáltató, és szokták is nagyon sokan használni. Ez néha zavaró tud lenni, néha nem zavaró. Hogyha ügyesen elhelyezik a reklámot, akkor így nem is érdekli az embert kb. Hogy ott van, így kb. Figyelmen kívül hagyja. Szerintem nem megvalósítható az, hogy proxy nélkül blokkoljuk a reklámokat iOS fronton, de amúgy nagyon sokan megélnek belőle, és amíg pénzt fognak keresni, addig biztosan fogják is nyomni ezzel az emberek, szerintem. Ja, a blokkolást egyébként én sem látom, hogyha egy adott alkalmazáson belül van a reklám, akkor azt kívülről szerintem nem lehet blokkolni. Még esetleg annyit tennék hozzá, amit te mondtál, hogy ha ügyesen vannak beletéve a reklámok, mert ma inkább én ezt látom, hogy nem is azt mondják, hogy pop-upot raknak bele, vagy mit tudom én, egy bannet, vagy stb., hanem úgy ügyesen elhelyezik a reklámot, hogy neked tényleg föl se tűnik az, hogy a reklám, hanem azt hiszed, hogy számodra az egy értékes tartalom, mondván úgy, hogy mondjuk egy, mit tudom én, hírportálon igazából alig tűnik föl neked az, hogy igazából most ez egy fizetett hirdetés, és nem egy cikk, és ezt sok alkalmazásnál be lehet játszani. Tehát mondjuk csak most mondok egy olyat, hogy Instagram simán lefotózza az ismerősöd is a Coca-Cola-s üveget ott a parton. Nem fel se tűnne neked, amikor lelkesen scrollzol, hogy ezt a Coca-Cola-s üveget igazából a Coca-Cola fizette, hogy az oda kerüljön, és nem a user fotózta le magától. Inkább úgy érzem, hogy ebbe az irányba megyünk el, ami az app fejlesztők meg a cégek szempontjából tök jó, felhasználók szempontjából valószínűleg nem az. Hát köszönöm szépen akkor a lehetőséget, és a beszélgető társaimnak is a részvételt, illetve szeretném megköszönni a lelkes közönségnek is, hogy itt voltak.